épp hadseregünk gyalogos ezredei és díszalosztályai, mind meg annyi bronzba öntött csillogó szobor, erőt sugárzó mozdulatlanságban állnak a hősök terén, hol fiatal hadseregünk első nagyszabású bemutatkozása fog dolgozó népünk előtt lezajlani. Ez a gyanúm, ez lehetett a 49-es katonai szemle, amit én rendeztem, a 49-es, mondom, a 49-es katonai szemle, ezt én rendeztem. Ezt én rendeztem, a Pálfi volt a szemlélő, és Illi volt a parancsnok, én voltam a rendező. Az utolsó szemle, amin még Pálfi hivatalosan részt vett, ez egy gyönyörű sárga cirkuszi ló volt. Ha ránéznek is, itt látszik, hogy táncolva megy, ezen volt a Pálfi, most itt nem látjuk, szembe van vele az Illi Gusztáv, aki adja be neki a jelentést. Ez volt az utolsó nyilvános ilyen nagy alkalom, amelyiken Pálfi még mind a Honvédség földje szerepel, ami után aztán rövidesen le is tartóztatták. Hívják, úgy van, 49-es szemle, Péter Gábor, a Államvédelmi Hatóság főnöke, a Nógrádi, a politikai főcsoport főnöke, Sólyom László, a vezérkar főnöke. Ez volt az utolsó nyilvános ilyen nagy alkalom, amelyiken Pálfi még mind a Honvédség földje szerepel. Ha jól emlékszem, a Honvédelmi Minisztérium belül volt valami gyűlés, és többek között Sólyom László is felszólalt, és hát beszélt így a politikáról, a hatalom kérdéséről, és akkor szóba hozta a régi és az új tisztek közötti fogalmat, mert ez akkor általában ez már akkor kérdés volt, hogy régi tiszt, új tiszt. Hát azt mondták, hogy nincs különbség, csak egyféle tiszt van, aki becsületesen teljesíti a kötelességét, és ez az egyetlen mérce hadseregben, nem az, hogy honnan jött, hanem hogy hogyan dolgozik és mit teljesít. Na most, ha jól emlékszem, Sólyom László akkor még azt is mondta, hogy még egy szempont, ami nagyon fontos, és ez pedig a tisztbajtársak, mert bajtárs szó volt akkor, úgy neveztek bennünket, a tisztbajtársak mondja a Szovjetunióhoz. Tehát mindenkinek önmagában ezt el kell dönteni, hogy mi a viszonya, mert ez a választóvíz. Aki úgy érzi, hogy nem jó, és a többi, akkor az nem felelhet meg a követelményeknek, tehát az nem lett tagja néphadseregnek. Tehát ez volt a beszédének és a gondolatmenetének a lényege. Hát volt, aki helyeselte, volt, aki húzódott, azt szerint, hogy milyen volt a pártállása. Hát én már nem emlékszem, hogy én mit gondoltam magam, ez már olyan régen volt. A régi tiszt, új tiszt viszony, ez kezdettől fogva egy nagyon fontos kérdés volt a hadseregben, kezdetektől. Meg kell mondjam, hogy a tábornokok közül a Pálfi volt az, aki rengeteget szólt, és mindenütt szólt azért, hogy olyan fajta, hogy régi meg új ez a fajta megkülönböztetés ne legyen. Jól lehet, ő tudta, hogy a visszamaradt, vagy később nyugatra, és innen-onnan visszatért tiszteknek egy része nem tudott velünk jönni. A munkáskáderek bevonulásának szerepét ideológiailag és elvileg mindannyian értettük, de legtöbben úgy képzeltük, hogy először valami komolyabb katonai kiképzésben részesülnek azok a tehetséges munkás és paraszt fiatalok, akik a hadseregbe bevonultak. Ez azonban csak részben történik meg, vagy történt meg, és így a vezérkarról sok teljesen képzetlen fiatalember került, akiknek nagyon sokat kellett tanulniuk ahhoz, hogy az alapvető feladatokat legalábbis megértsék, vagy legalábbis kezelni tudják. Többnyire úgy osztotta be Sólyom altábornagy a munkát, hogy egy képzett, ha szabad ezt a kifejezést használom, régi tiszt, és egy káder, egy új tiszt együtt működjenek, együtt dolgozzanak. Én is sokáig egy szobában dolgoztam Kána Lőrinccel. Hát én a Beszkártól kerültem be, és a legmagasabb képzettségem tizedes volt. Hát a bejó úgy szólt, hogy Kána Lőrinc őrnaggyá kinevezzük, és a kiképzés osztály vezető helyettesévé teszik a vezérkarhoz. Van 2. C osztály is volt a elnevezése.
Na, ezzel a bejóval jelentkeztem, és én bementem össze a vezérkarhoz, mert vezérkarhoz osztottak be, hát gondoltam, úgy kell jelentkezni. És akkor kerestem a pártot, amit nem találtam. Ekkor mentem a Sólyom altábor nagyjártáshoz, és hát mutattam a bejómat, azt mondta, nézze, majd akkor jelentkezzen a felszerelt, mert ez a behívót, ezt a Farkas Mihály írta alá, tehát ott vagyok köteles nála jelentkezni. De jelentkeztem nála, és akkor azt mondta nekem, hogy tudja, hogy maga mi lesz a vezérkarnál. Maga fogja kiképezni a tábornokat és az ezredeseket. Nem tudom, hova tenni ezt, volt ott egy osztályvezető, hát miért éppen én nekem kell akkor helyettesnek ezt kiképezni, de ő már úgy látszik, akkor tudta, hogy az illető le fog bukni. Azt mondja nekem a végén, na hát ezt megünnepeljük, és akkor töltött két deci vodkát nekem, és akkor még nem ittam én, úgyhogy nem tudtam, az alkoholt nem szerettem, és akkor azt mondtam neki, hogyha ezt megiszom, nincs szeretes, akkor itt halok meg. Azt mondja, akkor most haljon meg, mert nem kell a katonai díszpompával eltemetetni. Ezzel aztán el is búcsúztatom. Hát rájöttem, hogy ezek a viszonylag csekély képzettségű, kevés iskolával rendelkező, de párthoz hű elvtársak egy jó stratégia folytán bizonyos tanfolyamokban majdhogy nem összegyűjtve jelentkeztek. Megjelent a Beszkárt pártbizottság delegáltjai. Hát egymás után jött a Bata, jött a Kána Lőrinc, ugye utána jöttek a többiek, akiket én akkor ugye tiszteltem, mert nem tudtam, hogy tulajdonképpen mi is folyik ki. 49. január 1-től olyan határozat született a rám vonatkozólag, hogy a hadseregbe kerülök. Előtte a szaktanács titkára voltam. Rendfokozatom azelőtt nem volt semmi, miután katona se voltam. Ezredesi rendfokozattal kerültem a hadseregbe, beosztásba pedig mindjárt a vezérkarhoz osztottak, azzal az elgondolással, hogy segíteni fogok a vezérkarnál megszervezni az új hadseregre vonatkozó feladatokat. És akkor megjelentek a hadnagyok, főhadnagyok, századosok, ezredesek Dögivel, és egyszerűen nem értettem, hogy lehet az, hogy én 10 éves katonai múltammal, 2 éves Kossuth-tal, 2 éves akadémiával, sok-sok tanfolyammal, és a többivel, egyébként még civil középiskolával is egyszerűen álltam, ja. Maximum elértem egy századosi rendfokozatot 11 év után, és ugyanakkor az 5 hónapos pártkáderek, kérem szépen századosként minimum, őrnagy, alezredes, ezredes próbálták nekem megmagyarázni, hogy ő itt nekik több van. És amikor egyszer véletlenül azt mondtam valakinek, hogy hát lehet, hogy magának ott van több, de előfordulhat, hogy nekem itt van több, akkor aztán végleg elvágtam magam alatt a fát. 46-ban alezés voltam, ezzel, de csak 49-ben voltam, 3 évet kellett várni abban a hadseregben, ahol voltak emberek, hogy pillanat alatt ezredesből altábornagyok lettek. Szóval az én előrehaladásom a hadseregben egyáltalán nem volt villám gyors. 49-ben, megmondom őszintén, már egy kis türelmetlen is voltam, mert annyinak volt már magas rendfokozat, de 49-ben aztán előléptettek, amikor már, hát mondjuk az alezredes rang az egyszerűen nem volt harmóniában a beosztásommal. Ebből kifőleg én nem néztem szimpatiával azt, hogy jöttek ott be emberek az ezredes ranggal, és még tisztelegni sem tudtak, de ez a jelentéktelen. Szóval fogalmak sem voltak a nagy dologról. Most kérem szépen, ez egy nagyon szép dolog, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez volt a nagy váltás, és a káderek, stb. Azok oda bejöttek. Azok azért tudtak oda bejönni, mert a hadseregnek a szakmai vezetését átvette a szovjet tanácsadói rendszer. Ha a magyar hadseregnek a szovjet tanácsadói rendszer nélkül kellett volna működési képesnek lenni, nem engedhette volna meg magának azt a luxust, hogy tökésen képtelen emberek kezébe adja a vezetést. Engem először személyesen a Farkas eltárs és a Nógrádi eltárs fogadott. Semmiféle célzás nem történt arra vonatkozólag. Lényegében se pozitív, se negatív értelemben, hogy
hogy milyen lesz a személyi emberi kapcsolat köztem és Sólyom eltárs között. Semmiféle bizalmatlanságot nem tapasztaltam akkor se, és később se a munkák folyamán. És akkor átmentem a vezérkarhoz megint, és akkor kerestem a Horváth Mihályt, mert azt mondták, hogy a Horváth Mihály a pártitkár. Hát ahogy megjelentem nálam, mindjárt köszöntött, és azt mondta, hogy hát vegyem úgy, hogy én a vezérkar főnökség pártosának a tagja leszek. Nem emlékszem rá, hogy a Horváth Miska pártitkár lett volna. Hát ezt a Kána Lőrinc mondja, hogy ő jelentkezett a Horváth Mihálynál. Honvéd vezérkar pártitkáránál. Hát ez az, hogy ilyen embereket találkoznak, ez egy Kána Lőrinc. Az, aki odaállt, és éppen odaállt 56-ben, és ott mutogatta magát, ugyanez a Kána Lőrinc, megválasztatta magát, meg minden hülyeségekbe, mindent. Hát ilyen, na ezek, látja, ezek voltak. Ezekkel volt nekem annak idején, mint pártbizottsági titkára a legtöbb bajom ilyenekkel. És még neveket, csak nem akarom itt most a neveket kijátszani. Hát ezek voltak azok, akiknek a feje az ilyen volt. Hát szóval sorozatban kaptam én feladatokat, úgyhogy már meg voltam rémülve. De aztán a végén, amikor már úgy egy-két feladatot így meg tudtam oldani, vagy amikor egyet nem tudtam megoldani, nem a hibámon és nem a Sólyom altábor nagy hibájából, hanem abból kifolyólag, hogy ez a decimális osztályozó rendszerbe kellett volna a vezérkar könyvtárát felállítani. Hát ugye én magam nem is tudtam, mi az, hogy decimális osztályozó rendszer. Ő lehet, hogy tudta, csak azt nem tudja, hogy ez milyen feladatokkal jár. És én rengeteg időt eltöltöttem azzal, hogy elmentem a Széchenyi könyvtárba, elkezdtem bújni, ott beszéltem az igazgató, minden, hoztam nyomtatványokat, kartonokat, aztán mondtam, hogy hát ezt én nem pont tudni végrehajtani a táborra gyertek. És az volt a legérdekesebb, hogy minden harag nélkül, minden indulat nélkül tudomásul vette, amikor elmondottam, jelentettem azt, hogy mit jelent ez a decimális osztályozó rendszerbe való feltektetés a könyvtárnak, megértette azt, hogy meg fogjuk másképp oldani. Sólyom eltárs telefonáltatott Baut Beno tázi telefonon, hogy át tudok én menni, mert szeretne kicsit beszélgetni velem. Mindjárt ez a szokatlan modor megütötte fülemet, miután, hogy ő a vezérkar főnöke volt. Én meg akkor még lényegében egy sima beosztott voltam egy előadói beosztással, ha a rendfokozatom nagyobb is volt. 4-5 percet kellett várni az irodába, amíg behívtak, és megint meglepett a dolog, hogy Sólyom eltárs megint elnézést kért, hogy úgy jött a helyzet, hogy meg kellett várakoztatni. Na most ez azért volt érdekes számomra, mert köztünk, pártkáderek között nem volt nagy divat, hogy olyan nagyon elnézést kérünk, és túl udvariasak vagyunk. Körülbelül egy órát beszélgettünk, kevesebbet a hadseregről, miután én magam még ott nagyon keveset tudtam volna hozzászólni, hallatlanul, emberségesen, türelemmel, hozzáértéssel és nagy akarattal nyúlt a kérdéshez, és mindjárt azt a benyomást keltette, hogy számíthatok arra, hogy mindenképpen segítséget fog nyújtani a munkám végzéséhez. Én azok közül való vagyok, aki az első közül kerültem be, mint munkáskáder Sólyomhoz. Aki úgy fogadott, ahogy azt az elvtársak elmondották, hogy hogyan fogadta a munkáskádereket. A munkáskádereknek nehézségeket okozott Sólyom a társaival együtt. Az egyáltalán nem új, és jelentettük is, hogy Sólyom teljes egészében megakadályozza a munkáskáderek előrejutását. Mi szeretjük a pártot, és mélységesen gyűlöltük Sólyomot és társait. Állandó panasz volt, hogy Sólyom akadályozza a munkát, ő nem egyszerű ellenség volt, roppant rafinált ellenség volt. Mindig úgy igyekezett beállítani a dolgot, hogy neki van igaza. Szemernyi igazság nincs mögötte, mint ahogy annak sincs, ami itt, hogy impörst a Bérenc volt, meg befurakodott az ellenségbe, meg figyelni a gyanús alakokat, hát rá is uszítottak minden emberre valakit, úgyhogy az volt a következménye, hogy mindenki mindenkit figyelt. Én nem tudnék olyat mondani, amivel hát
sólyom altában azt lehetne fogni, hogy ő munkás kádergyűlölő volt. Nem tudnák ezt mondani. Mert ő tudta, hogy én honnan jöttem, azt is tudta, hogy független pártfunkciós voltam végig 45-ben. Ilyen helyzet nem alakulhatott ki, de az, hogy ember volt, és ez minden. Ember volt, akivel lehetett beszélni, akitől lehetett kérni reális dolgokat, és aki megértette valamit, az ember nem tudott. Ebben én sose tudtam kibékülni, hogy ott voltak olyanok magas rendkorban, akinek az égvilágon semmi közük nem volt akadni tudás, és sok közülük nem is tanult. Hogy beöltöztetek ott egyenrába olyanokat, a Berecet, a Péket, fogalma se volt soha, úgyhogy el is kellett aztán helyezni az AVH-hoz, mert azt tudta, ártatlan és letartott embereket ő tudott agyusztálni, de nem tudta hadtápot vezetni. Sólyom altában nem tett különbséget, hangsúlyozni kívánom, a régi és új tisztek között, talán a régi tisztekkel szemben egy kicsit keményebb, rigorózusabb volt, mint hogy nekik ezt nem hangsúlyozta, példát kellett mutatni külső fegyelem tekintetében is. Az új tisztektől is elvárta azt, hogy a tiszteletadást, a jelentést egyáltalában bármilyen tárgyaláson a megfelelő katonai stílust fölvegyék, és érthetően, határozottan a témával kapcsolatosan foglalkozzanak. És ő igyekezett mindenkit érdeme szerint elbírálni. Tehát nem azt nézni, hogy régi volt-e, vagy új volt, hanem hogy milyen a tudása, milyen a szorgalma, milyen a fellépése. Tehát ő igyekezett tárgyalagos lenni. Itt van Nagy Kálmán példája, ahol áll egy munkáskáder, és áll egy régi tiszt együtt, ugye? És mind a kettőt egyenlő elbírásban ért, sőt, segítette mind a kettőt abban, hogy a munkájukat együtt tudják végezni a fordításokban, ugye ezekben a régi hadvezéreknek a leírásában, mint a Frunze, ugye, meg aztán ugye a második honvédő háborúnak egyes részletei, és a Katonai Figyelő. Katonai Figyelő című újság 1949 legvégén szerveződött, ennek a technikai szerkesztője voltam. A főszerkesztője Sólyom László, mint a vezérkar főnöke volt, amelybe hát a akkori korszerű hát hadtudományi kérdéseket tárgyalták. Hívott engem a Sólyom altábornagy, és mondja, hogy nekünk kell csinálnunk egy olyan katonai folyóiratot, amely a magasabb parancsokabb kiképzését lesz hivatva szolgálni. Ezt a nevet úgy adnám, hogy Katona Figyelő. Önt jelöl ki ennek szerkesztőjéül. És az első számba szeretném, ha mindjárt meg, ez augusztusban volt, szeretném az első számba mindjárt meghatároznánk, hogy mi a fagysereg előtt áll a pontosabb feladatok. Ha jól emlékszem, a Magyar Néphadsereg általános feladatai címmel kapott egy cikkírásra felhívást a Sólyom altábornagytól, és minthogy egy szobában dolgoztunk, kérte véleményemet. Én konkrétan, hát nem is az egész cikket, de azért a lényeget megírtam. Hát lehet, hogy hibát követtem, mert eléggé bizarr megoldást találtam, hogy beírtam az egyik szállt, és mondtam, hogy nézd meg, azt jelenti a pénzre. Adok 500 forintot. Mondja meg nekem, mi az a legfontosabb feladat, ami a hadsereg előtt áll. Írja le nekem. Le is írta, és beosztja 3 nap múlva. Beírtam másikat, és adottam neki ezt, illetve ilyen itok. Ezt maga elolvas, és véleményt mond róla. És akkor ez meg elmondta róla, véleményt leírta, és odaadta vissza nekem. És akkor visszaírtam a piroskát, és mondta neki, ide figyelj, hát miért akarsz engem félrevezetni? Mi jó munkatársak vagyunk, és elmondtam neki, hogy ez. Na hát aztán persze ő mindjárt átlátta, hogy honnan származik ez, de nagyon ügyesen reagált rá, és azt mondta, hogy én állítom, hogy ha ilyen módszerekkel fogok dolgozni, akkor 2 éven belül vezérőnagy leszek. És richtig el is találta. 2 éven múlva, 51 novemberében már vezérőnagy lettem. Sólyom László a régiek közül se pártolta azokat, akiket mondjuk haszontalannak ítélt, azokat emelte ki, akik szerinte igen hasznosak, mint Pértes László, Lőrinc Sándor és a többi. Viszont az új tisztek között is ő nagyon népszerű volt. Hát főleg, mint szónokot ismerték, nekik imponált Sólyomnak a fellépése. Szimpatikusnak tartották. Nem kívánt különbséget tenni a
megoldandó feladattal kapcsolatban a követelményei változatlanok voltak, és hogyha azok hát nem realizálódtak, akkor nagyon kemény kritikával fogadta az elkészített írásos anyagokat, sokakat bántott, és olyan véleményt formáltak ennek alapján néhányan, hogy hát a munkáskáderekkel szemben türelmetlen, sőt kíméletlen egyeseket le is kíván járatni. Holott ez azt hiszem, hogy feltétlenül csak rágalom, mert hát a munkának a követelményeiből hát nyilván nem lehetett leadni. Hogy a régi és új tiszt között, hogy nincs különbség, és ez a kérdés nem szerepel, ezt állandóan hangsúlyozták. Mindig a Honvédben is hangsúlyozták, cikkekben, szónokban volt a Néphadsereg című újság ebben is, de valahogy ez nem volt egész őszinte, és ezt mindenki tudta, mind a két fél. Aki hangsúlyozta, is mondta, és mi, akiknek nekünk szólt, mi is éreztük, hogy ez valahogy nem egészen őszinte, mert a szavak és a tetteknek a különbözőségét láttuk, és akkor már nem volt nehéz eldönteni, hogy hiszünk benne, vagy nem. Valahogy úgy is nézett ki a dolog, hogy voltak olyanok, akik már bizalmatlanok voltak a rendszerre szemben, a beosztottai. És úgy valahogy lehetett érezni, hogy egyesek immelámmal vészik a munkájukat, mert arra gondoltak, hogy hát el fognak innen kerülni. Pláne akkor, amikor ez meg is kezdődött. Ugye, akkor aztán már tényleg, aztán már ez egy fenyegető volt a számukra. Pontosság, a rend, feladatok teljesítése, erre neveltek bennünket. Ezt vállaltuk az Új Honvédségben is, teljes lelkesedéssel kezdtünk, és ez végig megmaradt bennünk, egész addig, ameddig módunk volt szolgálni, amíg meg nem kaptuk az elbocsátást. Azok a tisztek, akik nem voltak kommunista pártagok, de jól felkészült katonák voltak, azok avval számoltak már akkor, hogy nekünk nincs sok lehetőségünk a jövőben, mert előbb-utóbb ki fognak minket ebrudalni. Ez a megállapítás sajnos be is következett, és észlelhető is volt. Különösen akkor észleltem, amikor a Honvéd vezérkartól először a Nógrádihoz, aztán onnan pedig a Zrínyi Akadémiától, akkori Honvéd Akadémiához kerültem, mint akadémia parancsnok helyettes a Király Béla mellé. Ez a Király Béla ezredes volt, ami 49-ben léptem elő ezredessé, és igen, már megvolt a Kossuth rendem, ami annyit jelent, hogy azt 49-ben kaptam, igen. És 50-ben lettem tábornok, tehát az előtt, ez Király Béla. Ez a Farkas Mihály az új tábornok. Ez volt az első alkalom, amikor ő tábornoki ruhában volt. Ennek megjegyzem, egy nagyon dramatikus dolga volt. Ezt a szemlét is én rendeztem. És a főpróba előtt volt egy ilyen végső eligazítás, amelyiken a Pálfit vártuk, hogy én ott tájékoztassak mindenkit a rendezés állás, és egyszer a Pálfi bejön, nagyon földultan, nagyon földultan. És ott ültünk az asztalnál, Illi és én, a többiek hát ott körbe a Pálfi asztal körül, és odasugja nekünk, hogy az öreg egyenruhába lesz. Azaz a Farkas Mihály egyenruhába lesz. Eddig az időpontig a Pálfi azt remélte, hogy ő lesz az első számú katona. Most, hogyha a Farkas egyenruhába öltözik, akkor nyilván ő akar lenni az első számú katona, és ez egy kicsit a Pálfit zavarta. Addig azt mondja, hogy a Farkas Mihály lesz mondjuk a fő politruk a hadseregbe, és a Pálfi György a katona. Itt ez megváltozott. A béke és munkaharcos ünnepe ez a mai nap, melyen tudtára adjuk a velünk egy székben ünneplő baráti országoknak és a népek felszabadulásától rettegő imperialistáknak, hogy a magyar dolgozó milliók hadseregünkkel összeforva és megnövekedett erővel állnak a béketábor ránk eső szakaszán. Két oldaláról egyszerre indulnak el Pálfi György, Illi Gusztáv altábornagybajtársa. Illi altábornagybajtárs jelentést ad a honvédség felügyelőjének.
altábornagy Farkas Mihály vezérezredes honvédelmi miniszternek jelenti, hogy a csapatok a díszemléhez megalakultak. Néphadseregünk vezetője és keménykezű szervezője Farkas Mihály beszél. A magyar munkásosztály, dolgozó népünk az idei május 1-jét népi demokráciánk újabb fényes győzelmének jegyébe ünnepli meg. Igen, és mi ezt büszkén jelentjük ki, erősödik, izmosodik, erebélyesedik a magyar demokrácia politikailag, gazdaságilag, és hadd tegyem hozzá, katonailag is. Igen, mondja beszédében Farkas Mihály. Rákosi Mátyás elvtárs kijelentését, hogy Magyarország nem rés, hanem erős bástya a békefrontján. Népi demokráciánk növekvő és komoly anyagi erői támasztják alá. A világ békefrontjának magyar bástyáit erősíteni, falait áttörhetetlenné kiépíteni, ez a mai idők döntő feladata. Május 1-én zajlott le Budapesten a már erősen fejlődő Magyar Néphadsereg első komoly díszemléje, ahol már Farkas Mihály nem a sztálini civilben, hanem a vezérezési egyenruhában jelent meg. Ezzel ugye már külső jelekben is látható volt, hogy Farkas Mihály főparancsnoka, igazi főparancsnoka kíván lenni a hadseregnek, és hát rangban ugye ez kifejezésre is jutott, mert a legmagasabb tábornoki rendfokozat addig csak altábornagy volt a hadseregben. Ő fogadta a Pálffy György jelentését is már a díszemlén, és hát ezzel is demonstrálta, hogy minden vonatkozásban most már parancsnokként tevékenykedik, és nem támaszkodik a beosztottakra úgy, mint ahogy korábban, vagyis a szakmai kérdéseket most már nem adja át másnak, ő maga fog dönteni minden kérdésben. Nem tudnék erről egyebet mondani, mint amit egyik fényképe is tükröz, az a igen komoly arckifejezés, ami a jól sikerült díszszemle után történik. A díszszemlét magát nagyon pozitívnak tartottak. Volt is olyan megjegyzése, hogy ez az ifjúság már a miénk. Szóval győzelemnek is érezte egyben. De nyilván voltak sejtelmei, vagy rossz érzései, miután nem sokkal ezután be is következett a katasztrófa. A vasútépítő gerőfajtás legkisebb munkatársai boldogan teljesítik kötelességüket az első úton. Szabad a jegyet, Rákosi fajtás. Rajk fajtásnak nincs jegye, fizessen bírságot. Kivétel nincs. Én megmondom őszintén, a Rajk letartozás az engem nem rázott különösen meg. Soha nem volt vele kapcsolom, egy eset kivételve ez a 48-as, mikor a zászlókat visszahozták. Akkor ő volt annak a fő-fő rendezője, de hát a részekben nem avatkozott bele, úgyhogy annak a rendezés az ő irodába kezdődött, és ez volt az egyedüli olyan kapcsolat, ahol szót tudtam vele váltani. Másodszorban annyira ő a párt embere volt, hogy az ő letartozását én úgy gondoltam, hogy ez egy párt belügye. Más szóval, annak ellenére, hogy például a fiát én nem csak hogy szeretem, hanem tisztelem is, az a kitűnő magyar ember és művész is tovább. De az apjával kapcsolatban nekem soha nem volt olyan pró vagy kontra érzésem. Természetesen az újratemetés az megrendítette, mint olyant, hogy egy korszak lezárult és úgy kezdettem vele váltani. Május végén letartóztatják Rajk Lászlót, Pálffy György erről értesül. Persze, mert hát a maga hír, azt hiszem, az már a sajtóban napvilágot lát, de még semmi vádról nincs szó. Tehát így óriási a elbizonytalanodása. Nagyon rossz érzéssel fogadják ezt a párttagok, és találgatások kísérik, hogy ugyan mi lehet, tán nacionalista elhajlás, vagy efféle. Senkinek még az agyába fel sem merül az, hogy az lehet. Ami lett belőle. Erről beszélte otthon
családi körben Pálffy György a rajtletartóztatásról. Baráti körben, igen. Ilyen értelemben, hogy... hát nem, majd megtudjuk, nem tudjuk. Talán valami nacionalizmussal vádolhatják. 48-ban, mikor őt felfelé buktatják, ugyanakkor, amikor a Rajk Lászlót a belügyből a külügybe helyezik, őt pedig a felmentik a katonapolitika és a határőrsi parancsnoksága alól, és felfelé buktatják miniszterhelyettesnek, honvédség felügyelőnek, ő akkor már egyértelműen érzi a bizalmatlanságot, a kevesebb beleszólási jogot mindenbe, és bizalmatlanságot érez maga körül. Komorabb volt, bizonytalanabb volt, mint korábban, ő egy nagyon derűs alkatú személy volt, és ettől az időtől kezdve változás állt be. Sólyom altáboron egy fölhívett engem, és leültet egy székre, és körbe sétált. Én nekem hiányzott elő két fogam akkor. És akkor azt mondja nekem, hogy mondja, őrnagyártás, fiatal ember, törzs tisztos, és fogatlanul, hát nem jó, ez meg kell csináltatni a fogát. Hát mondom, altáboljátás jelentem, nekem 4 gyerekem van, és nincs pénzem. Hát nem tudom megcsinálni. Hát azt miért nem kéne öleget? Mondom, mert én éppen ezt tanulmányoztam a közlönyben, és bele van, abban világosan és egyértelműen benne van, hogy fogcsináltatásra öleget nem adnak. Azt mondja, akkor én majd elintézem, amit is fog kapni. Tehát annyira törődött a sorsommal, amit aztán bizonyít utána az, hogy el is küldött üdülni is. Az ott az életem első üdülése, amikor 4 gyerekkel, mert Balaton lelére mentünk üdülni, ott kaptunk egy szép kis villát, ott van azon 7 vagy 9 villa, nem emlékszek már pontosan, és ott töltöttünk egy teljes hónapot nagyon, de nagyon jó körülmények között. És itt volt az a szerencsétlen dolog, ugye, hogy velem szembe lakott Pálffy, és délután csodálkoztam, hogy jött a horvát, mert és jött még egy ezredes, az a belügytől volt, nem tudom ki volt az, ilyen zöld paronia volt neki, határosi paronia volt neki, tehát az nem ilyen számított, hogy milyen paronia van neki, hogy aki az Áviánál teljesített szolgálatot, és mondják, hogy feladatot hajtanak ma itt végre. Milyen feladatot? Hát a Mihály az nagyon hamar ugye el árulta, hogy hát azt mondja, jöttek letartóztatni valakit, de nevet ő nem mondott. Másnap reggel, mikor megyek a reggeliért, akkor hallom, hogy Pálffyt a moziból letartóztatták. Pálffyval én a hadseregben egyetlen egyszer se váltottam 3 mondatot se. Úgy adódott, nem voltunk haragba vagy valami. Más területen dolgozott, ott bent ugyan, de más területen. Nekem a világon semmi kapcsolatom nem volt vele, és... Hát azt, hogy tartóztatták le, milyen körülmények között, és kik, és kinek az utasítására, és mit, hát azt nem tudom, de gondolom, hogy még sokan nem tudják, úgyhogy ezt történészeknek majd ki kell kutatni, és föl kell deríteni. Hát ezt már ismert tény, azt hiszem a Száraz könyve is ír erről, hogy moziból ragadják el. Soha többet nem láttam. A Pálffynak az ügyét egy érdekes körülmény között tudtam meg. A Pálffy rendelt engem be 49-ben a diszemle után, hogy rendezzek egy ezred keretben lejátszódó éles lövészeti hadgyakorlatot, amelyben most már bemutatjuk azt, hogy akkor 49 nyarán a magyar hadsereg mennyire mestere lett a dicsőség és szovjet fegyverek. És majdnem egy hónapig gyakoroltunk ottan, amíg végre megérkezik a végrehajtás ideje. A helyzet az, hogy a Nógrádi érkezik meg egy kicsit korábban, mint számítanom, és azt mondja, én fogom a honvédelmi minisztert és a felügyelőt képviselni. Minden abban, de ha valami van, nekem jelentsen. Én vagyok itt a főkatona. Hát én, az ember nem kérdezi ilyenkor, hogy hol lesz a Farkas Mihály és hol lesz a Pálffy, de azt tudtam, hogy egyik sem lesz ott. És a Rákosi sincs ott, aki megvolt a külön
bunkere, hogy onnan nézte volna Rákos Jadot. Rákos nincs ott, Farkas nincs ott, Bárfi nincs ott. Úgyhogy, amikor már mindennek vége van és csapatok gyülekeznek, akkor érkeznek Radványi Imre, a Honvédelmi Minisztérium elnöki osztálynak a vezetője, aki ilyen diplomácia dolgokat, szovjet tanácsadókkal kapcsolat intézte, és oda megy valamit a Nógrádi fülébe súg, és erre a Nógrádi azt mondja, a király, hát most már csak Bonyavics elemény hátra van, én nekem most már nem jön. Beszáll a kocsiába, elfüstöl Pest fel, és mondom, mi van? Szóval letartóztáltak a Pálfét. Mondja nekem, itt tudtam meg, hogy most miért nincs itt a Rákosi, miért nincs itt a Farkas, miért nincs itt a Pálfi, mert akkor tartóztatták. Itt tudtam meg, és attól a pillanattól annyira le voltam sújtva, akkor esett le a tantusz, hogy ebben a hadseregben most hiába csinálod a szakmai dolgodat, a legkitűnőbben, ebben a hadseregben a Damoklesz kardja fejed fölött függ, és hogy mikor esik le rád. Ez volt, ami engem megrendített.